pedig szélsőgésebb volt az őszi vetésünk. A repcénél ott nagyon látszódott, hogy ahol volt csapadék, ott hamarabb kelt ki. Az állomány is a végén az jobban is sikerültek azok, mint amik hiányosan és ritkán keltek, de a végén ugye azok rosszabb eredményt mutattak. Az árpa és búzára visszatérve azok aránylag jól sikerült, ideibe vetettünk, aránylag jól bokrosodtak, jól mentek a télbe, csak utána a víz hiány az megmutatkozott tavasszal nagyon. Az a kukorica, az még ugye kérdéses, hogy mi lesz vele, lesz-e rajta cső, vagy mi lesz a végén. Van nekünk cirkunk, inkább azért is választottuk cirkot, az utolsó pillanatban megváltoztattuk a vetéstervet, hogy a cirok az jobban bírja a szárazságot. Egy afrikai növényről van szó, de ez se bírja a szárazságot, és ez is teljesen föl van égve, nem tudjuk, hogy mi lesz, vagy annyira nem is akarok jósolni, hogy mi lesz belőle. Valami termés lesz, de nem nagy. Kukoricából meg szinte semmi. A napraforgónk van még kint, az egy drasztikusabb növény, az bírja az ilyen melegeket, de víz annak is kellene. Nekünk valamiért szerencsénk van vele, hogy nagy része úgy jónak mutatkozik. De én gondolom az agrotechnikai módszereinknek a helyes megválasztása az megjelenik most abban, hogy mink forgatásmentesen csináljuk már 12 éve. Nem forgatjuk, nem szárítgatjuk ki a talajt kellőképpen, hanem a minimális technológia, amikor csak éppen muszáj belenyúlunk. És másik előnye még az volna, hogy a talajkat szénnel föl szeretnénk tölteni, szóval minél több szárazanyag kerüljön vissza a talajba, és akkor ezek mint egy puffer, ugye a nedvességet magukba tudják tartani, és mint egy takaró van a talajon, és így a nedvesség kipárolgását is gátolja. Nem bírja meg semmilyen növény, nem bírja 40 fokot, elég a levele neki. Egy-két gazdatársunknál látom, hogy próbálkoznak öntözéssel, és mégis négyszeri öntözés után is azt látom, hogy a levele sérült a kukoricának. Szóval elég a nagy melegbe, elégnek a levelek. Egy tábla közepén akár 50 fok is lehet. Meg ez az UV, meg ez a napsütés, hogy a mi bőrünk fölég, az a kukoricának a levele is. Ráadásul párosul mellé az, hogy nincs elég víz, amivel hűteni tudná magát. A párologtatás nincs meg kellőképpen. De hiába is volna ezt az extrém hőmérsékletet, főleg egy tábla közepén, magas hőmérsékletet nem bírják ez a növények. 10-20 kilométerekre kellene, vagy kell elvinni a vizet, és óriási a kipárolgás, meg nyilván azért most a energiavárak mellett ugye a szivattyúzási költségek, bár tudtom ma most már talán a linárokon mérik magát a vízfogyasztás, de ez ettől függetlenül ki lehet jelenteni, hogy ez egy nagyon drága mulatság. Ugye? Szemléletes volt, hogy pár éve ezelőtt láttam, hogy az elmúlt 20-30 évben ilyen virtuális Magyarország térképet teljesen alánk csúsztatták, mert jelképezték, hogy mi történt, hogy tulajdonképpen meteorológiaig folyamatosan csúszunk abszolút a mediterrán övezetbe. Ennek nyilván az országon belül extrém példája Szeged, ugye ezt szoktam másoknak is mondani, hogy ugye napsütötte a város, hát pont azért napsütötte, mert itt van a legkevesebb csapadék, a legtöbb napsütötte óra szám, és hát nyilván meleg szempontjából is élen járunk. Mi is félig pedig ilyetten nézzük, hogy ugye a kollega is mondta, hogy a kukorica az egész biztos, hogy következő 5-10 évben itt a környéken ki fog esni, legalábbis a mi részünkről egyértelműen a termelésből. És hát ilyen időjárási körülmények között nyilván mi technológiával tudunk védekezni, de csodára az se képes, tehát mondjuk itt a kukorica kontra cirok is arra jó, hogy x ideig tovább bírja, tehát hogy ezért 10 éves átlag vagy 5 éves átlag egész biztos, hogy a kukoricához képest jobban fog teljesíteni. De hogy évtizedes távlatokban milyen növény tud itt megmaradni, hát igazából meg kell nézni mondjuk, hogy mit csinálnak a spanyolok, olaszok, görögök. Hát sajnos azt hiszem, hogy nem a szántóföldekben ez van az erősségük, tehát ők nyilván kertészeti kultúrákban találták meg magukat, napfény és víz. És meg azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván amin mi bukunk, azért vannak országok északra, akik meg ezen tulajdonképp nyernek, tehát mondjuk
Lengyelország, ahol egész biztos, hogy régen nem nagyon volt napraforgó, ők meg ugye belemennek olyan növényekbe ezzel a időjárás változásokkal, amiket eddig nem tudtak esetleg terbeszélni, vagy nem olyan hatékonysága, most viszont nyilván meg lesznek hozzájuk az adottságaik. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy nyilván velünk vannak a kutatók, meg a növénynemesítők, de csodákra természetesen ők sem képesek, különben nyilván már Spanyolország is számtóföldi nagyhatalom lenne, hogyha ez megoldaná ezt a problémát, úgyhogy én attól tartok, hogy ilyen 2-3 ember öltös távlatban itt a szántóföldi növénytermesztés, ez elég komoly gondba lesz mindenképpen.